Sziasztok, kedves Game TV nézők, újra itt vagyok. Ugye legutóbb említettem, itt is van az Onikumás fülesnek a bemutatója esetében, hogy bizony egy EOC monitor van itt a háttérben, ami hát néhány hete már itt van nálam, és sikerült alaposabban belemennem, megnézegetnem, hogy mit is tud, illetve kipróbálgatnom, hogy bizony gamer monitor révén a játékosoknak milyen lehetőségeket biztosít. Ez az EOC-nek az Aegon termékcsaládjából az AG352 UCG 6-os típusú készüléke, ami így rögtön ránézésből le lehet szűrni, biztos ti is rögtön észreveszitek, hogy ez bizony egy hát valami fergetegesen nagy dög, és ez egy 3440x1440-es felbontásra képes, 21:9-es képarányú monstrum, és ívelt, azaz egy kicsit így befelé oldal irányból hajlik a készülék. Ez egy játékosnak tökéletes funkció, hogyha a középen helyezkedik el, akkor az élményt még tovább tudja fokozni. És hát paramétereiben az látszik, hogy brutális, ez, hogyha számszerűsítjük ezeket a méreteket, akkor azt mondhatjuk el, hogy a magassága olyan 60 cm környékén van, amihez társul, azt hiszem egy 85 cm-es szélessége is. Tömege pedig nem kevés, 11 kg környékén mozog. Ha már egy ilyen nagy dögről beszélünk, 11 kg-ról, akkor azért azt jegyezzük meg, hogy a falra szerelhetőség biztosított, és ami még számomra meglepő volt, bizony ilyen nagy tömeghez kapunk pozícionálhatóságot is rendesen, ugyanis egy jó 10-11 cm magasságban állítható, és láttátok, akkor már itt rögtön a háttérben megvillant az állványa, a talapzata, ami hát elsőre nekem, mikor megfogtam és így elhelyeztem az asztalon, azt mondtam, hogy így ez elég sok helyet foglal, viszont baromira strapabíró, egy elképesztően rossz, stabil talp. Egyébként dizájnilag teljesen jó, és nem lehet gond a stabilitással, az tény. Amit még a monitor pozícionálhatóságával gyorsan el kell mondanom, hogy a magasság állíthatósága mellett bizony kapunk forgathatóságot is, ami szintén egy remek funkció. Elég kifejezetten nagy szögben lehet állítani. És nem csak így lehet állítani, hanem bizony dönteni is lehet, ami hát körülbelül így lenne vízszintesen, tehát előrefelé lehet lefelé dönteni néhány fokot, hát nem tudom, itt a 3-4-5 fokot, viszont hátrafelé viszont kifejezetten sokat lehet dönteni. Itt a kávákkal nem játszoloztak, hogy ilyen nagyon vékony kávákat kapjunk, és itt van ugye a szokásos EOS-is fülhallgató tartó is, amit kihajthatunk könnyedén is. Még mielőtt tovább menjünk a technikai részekre, szeretnék kicsit foglalkozni a menü struktúrájával. Itt a monitor alján kapjuk meg a kibekapcsoló gombot, ami egyben egy joystick is, és ezzel kezelhető, ezzel tudunk navigálni a menüben. Szóval ez a menürendszer minden funkcióját ellátja, viszont azon túl többet én nem tudok vele kapcsolatosan kiemelni. Itt van egy olyan extra funkció, persze természetesen egy gamer monitorhoz rendszeresen kapjuk a különböző olyan funkciókat, ugye, ami itt rögtön mutatom is, a game módokra gondolok ezúttal, ami esetében kapunk racinget, RTS-t, FPS-t és gamer lehetőséget, tehát ez egy gyárilag beállított néhány érték, és van egy shadow kontrollunk is, ami gamer monitor révén gamer funkciókból is kapunk, természetesen ugye itt van az EOS-nek kifejlesztett flicker free-je, valamint shadow kontrollt, ugye, ami azt szolgálja, hogy a játékok esetében az árnyékosabb részeket kivilágosítja, hát persze mindenki ezt eldöntheti, hogy ez mennyire gamer, tehát könnyebbé teszi a dolgunkat, viszont hardcore játékosok esetében ez egyfajta könnyítés csalásként is felfogható, de ebben most nem menjünk ennyire bele. Az OSD-vel, ugye a menüvel kapcsolatos beállításokat végezhetjük el, és itt az extra között találunk pár olyan dolgot, amit én most szeretnék kiemelni. Mégpedig akkor jöjjön a LED color, ami jelen esetben nyilván LED color, LED, valamilyen LED fényeknek a színére kell gondolni, és bizony erről is van szó. Ugyanis, hogyha a LED Intensity-nél bekapcsoljuk ezt a LED dolgot, Strong funkció mellett van három erősségünk, és a Strong esetében már látjátok is itt, kapunk egyfajta LED világítást, LED fényt, ami itt a monitoron ilyen végig
egy csíkként van jelen, illetve a monitor háta mögött is kapunk egyfajta LED fényt, ami az esti játékok esetében van kifejezetten jó hatással, egyfajta egy ilyen kellemes hangulatfokozó elem. Nyilván ugye a Philipsnek van egy erre épülő technológiája, ami folyamatosan ugye olyan színeket vetít a háttérbe, amilyen dominál éppen az adott játék, az adott akcióban, és kifejezetten örültem ennek a funkciónak, mert nagyon-nagyon sokat képes dobni. Ez a lehetőség magán az egész dizájnon, illetve a maga a monitor használatán, és különböző színeket is tudunk választani. Piros mellett kék, zöld, piros, kék, zöld, szóval három szín áll rendelkezésünkre. Még néhány technikai részlettel voltam adós az EOS monitorával kapcsolatosan, mégpedig kezdjük rögtön szerintem a hátoldalon található ki, illetve bemenetekkel. Van természetesen jack csatlakozó helyünk, ez szolgálja ugye a mikrofon bemenetet, illetve a hang kimenetet. Ezen túl van USB portunk, ami három darab USB 3.0-et jelent, és azt hiszem abból az egyik természetesen lehetővé teszi az eszközeink tölthetőségét. Ezen túl pedig van HDMI 1.4-ünk, DisplayPort 1.2-ünk, és akkor ezzel kapcsolatosan pedig térjünk is rá, vagyis gyorsan megemlíteném a képfrissítési értékeket. A maximális képfrissítés, ami elérhető, az 120 Hz, ezt pedig egy overclock funkcióval tudjuk elérni DisplayPorton keresztül, és akkor beszéljünk arról is, hogy fényerő tekintetében 300 nitről beszéltünk, tehát a HDR nem adott, illetve még a contrast arányt is megemlítem, ami 2005 az 1-hez, ami egy egészen jó értéknek mondható. A panellal kapcsolatosan néhány információ, mint látjátok, elég jó képe van a történetnek. Egyébként 4 millisekundumos válaszidő és 8 millisekundumos input lagról beszélhetünk vele kapcsolatosan. És akkor még tudjuk le gyorsan a panelt is, mert az EOS MVA panelt választott, amit nagyon jól tett, egy kifejezetten jó képminőséget kapunk, amihez VLED háttérvilágítást választottak. A keretben helyezték el a háttérvilágítást, és sajnos bizony ezt tapasztaltam is, ugyanis egyik este lekapcsolt a kijelző, és megmaradt egy kicsit a háttérvilágítás, ilyen feketére váltott a kijelző, és bizony felhősödés tapasztalható volt, ilyen foltokban lehetett látni a megvilágítást, de ez egyáltalán nem nevezhető, vagyis engem nem zavart, hidegen hagyott, de ezt nyilván el kell mondani. És ugye arról beszéltem, hogy 2200 hangszórót építettek bele, és hogy mi lehet ennek a jelentősége, az nagyon egyszerű. Ugye még DisplayPorton használjuk a... Hoppá, közben itt beindult a gyepa. Közben még DisplayPorton keresztül ugye használjuk a számítógépünket, addig át tudunk váltani a HDMI csatlakozón keresztül a játék konzoljainkra, és közben tudjuk éppenséggel csapatni a különböző videójátékokat, úgyhogy ez egy kifejezetten hasznos funkció, úgyhogy egy kis Mortal Kombat-tel el tudjuk ütni az időt, amíg esetleg a számítógépünken dolgozunk, úgyhogy itt van jelentőség a 2200-nak. Mondjuk azt azért el kell mondani a teljesítményével kapcsolatosan, hogy ettől nem fogunk hasra esni, egy kicsit olyan tompán szól, egy kicsit ilyen brummogos, tehát végeredményben nem egy hangrendszer, de a funkcióját betölti, azaz halljuk a hangokat, ami azért egy videójátékok esetében az elengedhetetlen, hogyha nem akarjuk természetesen ugye fülhallgatón keresztül élvezni a Mortal Kombat 11-nek a hangjait. Gamer monitor révén azt kell elmondanom, hogy ez egy tényleg gamer monitor. Tök jó. Tehát, hogy megvannak azok a gamer funkciók, amire szükség van. Kellemes, jó a design, jól használható, jó minőséget kapunk. Vannak, nekem kifejezetten tetszett ez a LED-es megoldása. Itt van a G-Sync technológia, ami természetesen az Nvidia kártyában rendelkezők számára fontos. Tehát egyfelől ők a célközönség, illetve azok gondolkozzanak el egy ilyen monitornak a vásárlásán, akik Nvidia kártyával rendelkeznek. Árérték arányban azt mondhatom, hogy egy kicsit vaskos.
Hát nem nagyon tudok ezzel kapcsolatosan mit mondani. Ez sok. Nyilván sok egy ilyen monitorra, ezért már sokan számítógépet vesznek, úgyhogy én tényleg azoknak a gamereknek ajánlom, akik szeretnék élvezni ekkora méretben, 21:9-ben nagy felbontáson. Nyilván itt a nagy felbontás is, a 3440x1440-es felbontást is meg kell hajtani. Tehát, hogy hiába veszel egy ilyen monitort, akkor hogyha nincs végját hozzá. Tehát, hogy te játszhatsz ilyen monitoron 1920x1080-ban egy ekkora területen, és akkor ott van a két fekete csíkod, amit nem tudsz mire használni. Tehát nyilván itt arról van szó, hogy ha van money, akkor érdemes a vége mellé egy ilyen monitort bedurrantani, mert bizony játékok esetében ez egy hasznos funkció. Szóval meg is köszönöm a figyelmeteket. Nagyon sajnálom, hogy ez a monitor nem maradhat nálam, ugyanis a tesztelési idő lejárt, vissza kell szolgáltatnom, de nagyon kellemes volt, és bizony irigykedem, hogyha valaki tud egy ilyet venni, és ezt tudja otthon használni szórakozásra. Na jó van, köszönöm a figyelmeteket, ciao, sziasztok, csumi.